Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, egy villámjóslás október 26-ára. Az új hold, és ez a nap Finsternis véget ért, és kezdődik a növekvő hold fázis. Az azt jelenti, hogy indíthatsz valamit, amit szeretnél megnövelni. Azon kívül vannak változások. Merkur bolygó eddig a szűz jegyében volt, az indiai asztrológia, az indiai számítás szerint. 26-ától Merkur bolygó már a mérleg jegyében van, tehát a levegő elemében. És még mindig a mérleg jegyében van a nap, a hold, Vénusz bolygó, azon kívül Kétu, a lefele mozgó kármikus csomó, és itt vannak kármikus témák is, és ehhez jön most Merkur bolygó mozgása szintén a mérleg jegyében. Itt vannak témák, ami a mérleg jegyére utal. A belső nyugalom, a béke, a harmónia, a művészetek, az igazság és a szerelem. Hiszen a szerelmi ügyeket a mérleg jegye szimbolizálja. Azon kívül megvan a harmónia a férfi és a nő között. Vénusz bolygó utal a szerelemre, és utal ránk hölgyekre. Vénusz bolygó a mérleg jegyében nagyon jól érzi magát, hiszen uralkodik a mérleg jegye felett. Vénusz bolygó otthon van a mérleg jegyében. Tehát van egy erős Vénusz energia, erős szerelmi energia, és ez kihat ránk hölgyekre is, hogy most be tudjuk bizonyítani magunkat. A párkapcsolatot illetően, a művészetek területén, vagy megkapjuk az igazságot. Mars bolygó, azaz ikrek jegyében mozog az indiai számítás szerint, szintén a levegő elemében. Tehát a férfias energia és a nőies energia között van egy harmonikus kapcsolat, ami összefűz bennünket az a levegő eleme. A szabadság érzete, a könnyűség, a jó ötletek és a kommunikáció. Pontosan ezt szeretném mutatni ezen a képen is, a levegő elemét, ezt a könnyűséget, a közeledést. Azon kívül Merkur bolygó a mérleg jegyéből hat, és van egy kapcsolat Merkur bolygó és Mars bolygó között. Merkur bolygónál cselekvésekről van szó, ez lehet találkozás is, azon kívül utal beszélgetésekre, és a férfiak most beszélni szeretnének velünk hölgyekkel. Itt van a közeledés, látható a képen is, hogy az egyik madárka repül a másikhoz, és ez a madárka utal a férfiakra, és a másik madár bal oldalon utal ránk hölgyekre. A kapcsolatot a férfiak keresik. A férfiak akarnak most beszélni velünk, vagy szeretnének valamit tisztázni, valamit elmondani. Azon kívül a hold még mindig a mérleg jegyében van, és a hold hatása alatt érzelmekről van szó. A férfiak nyitottak most érzelmekről beszélni, és mi hölgyek érezzük ezt, még egy kicsit várakozunk. De tudjuk azt, hogy ez a férfi közeledik hozzánk. És most mutatok egy másik képet. Ajurvéda lefordítva az élet tudását
az élet bölcsességét jelenti. És itt a mi életünkről van szó. Van három irány, három energiamező. Vata az utal a mozgásra, pita az jelenti a változásokat, és kapha dósa az jelenti azokat a dolgokat, amit szeretnénk megőrizni, utal a biztonság érzetére. Ha megtekintem az aktuális horoszkópot az indiai számítás szerint, a személyes bolygókig, tehát Szaturnusz bolygóig, akkor a következőt tudom közölni veletek. A tűz elemében nincs bolygó. Hiányzik a tűz eleme. Hiányzik a bátorság, a lelkesedés, hiányzik a szenvedély. A föld elemében van Szaturnusz bolygó, és segít abban, hogy valami kialakuljon. A víz elemében van Jupiter bolygó, az adja a lehetőségeket, utal az érzelmekre. A föld eleme, a víz eleme az a kapha dósa. Tehát Szaturnusz és Jupiter bolygó van a kapha dósában, amikor valamit meg tudunk őrizni. A levegő elemében van Mars bolygó, Vénusz bolygó, Merkur bolygó, a Nap és a Hold. Mivel Mars, Vénusz itt van, kihat a párkapcsolatra, és itt van a levegő eleme, ami utal a könnyűségre, és ez a vata dósa jelenti a mozgást. Itt most lesznek események, előre mennek a dolgok, és nem az a fontos, hogy most mi hölgyek intézkedjünk, inkább legyen meg ez a hit, ez a bizalom, hogy önmagától fog jönni, és jelentkezik, lesz találkozás, lesznek beszélgetések, és megvan a könnyűség, hiszen a levegő eleme erre is utalhat. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderával.